Sziasztok! A mai adásban szó lesz arról, hogy mi az a járás, amit nem tudok nem észrevenni, lesz könyvfluencer rovat, megnézzük azt is, hogy képesek-e a magyar népmesék megvédeni a gyerekeket attól, hogy melegek legyenek, de előtte jöjjön a hét szóvicce rovat. Pontosabban szóviccei, viszont az egyik ezek közül angol, ráadásul erősen 18 pluszos, úgyhogy ez az adás végére kerül majd. Nem tudom, lehet, hogy akkor a 18 éven aluliak már elmennek lefeküdni, vagy magyar népmeséket olvasni. Ami viszont nagyon fájt, az Tumblr-ön jött szembe, kihúzta a gyufát, rács mögött a kénkedéssel vádolt Szulf úr. De ez még csak a kezdet, ugyanis jött a reakció, foszfát tett a tűzre. Maradjunk a könnyed témáknál, és jöjjön a könyvfluencer rovat. Balázs nyomta a kezembe ezt a könyvet, Mihály Marci írta, a Tihamér füves könyve a címe. Azt mondta, hogy ez borzalmas, de nekem bizonyára tetszeni fog, úgyhogy annyit már is elmondhatunk róla, hogy egy megosztó irodalmi alkotásról van szó. Viszont én vagyok a könyvfluencer, nem ő, úgyhogy nekem higgyetek, szerintem pedig ez egy teljesen jó pofa könyv. Nem olvastam végig, ott van az asztalomon, időnként felveszem, belelapozok, de hát a füves könyvek valójában erre jók. Ami nekem nagyon tetszik, bár ez eléggé meta, az az, hogy egy kicsit visszakanyarodik a füves könyveknek az eredeti rendeltetéséhez, ami az, amit a neve is sugal, hogy füvekről, mindenféle gyógynövényekről szed össze tudnivalókat, azokat leírja, hogyan hasznosít őket, hogyan ismert fel, stb. Tehát ebből a szempontból az azért jó, hogy magáról a kertről szól a téma. Nem tudom, lehet, hogy amikor betörtek a gyógyszergyárak és letarolták a gyógyszerpiacot, akkor háttérbe szorultak a füves könyvek, mint műfaj. Aztán, nem tudom, Márai meg Vörös Sándor ránéztek, és azt mondták, hogy tök jó, akkor ebbe rakunk bele mindenféle életbölcsességeket. Hát nem tudom, lehet, hogy erről egy irodalomtörténész kéne megkérdezni, hogy ez valóban így volt-e. Minden esetre most a füves könyv napjainkban körülbelül azt jelenti, hogy ilyen QEU és COELHU szintű vagy mélységű mindenféle értelemben idézetek és gondolatok vannak benne. A könyvben a fiktív kertésznek, Tihamérnek egy éve van benne, ezen megy végig kronológiai sorrendben, és időnként leírja azt, amit a kertben lát változást, illetve a saját lelkében, ami helyenként elég frusztráló tud lenni, és nagyon gyakran együtt tudok vele érezni. Nézzünk bele valahol. Születésnapomra stílszerűen egy extra koros cseresznyefát rendeltem, ezzel rögtön 3-5 év nevelést át lehet ugrani. Ez így van, ha a faiskola elvégzi helyetted a nevelésnek egy jó részét, persze jó sok pénzért, akkor nyilván hamarabb fog nálad termőre fordulni a fa. Az már más kérdés, hogy nálad ingyen nőne, úgyhogy célszerű a fiatal fát megvenni, és várni türelmesen. Csak türelemből néha nagyon-nagyon hiány vagyunk. Hiány állunk. Viszont a fa önmeddő, kell neki úgynevezett porzópárt is találni és ültetni. Ez így van, a cseresznyék azok nem képesek önmagukat beporozni, ennek molekuláris biológiai okai vannak, a fa azt próbálja kivédeni azt, hogy önmagát termékenyítse meg, éppen ezért megpróbál mindenféle trükköket alkalmazni, hogy fent tudja tartani a genetikai változatosságot. Az már más kérdés, hogy a kertészek ennek nem nagyon örülnek, mert hogy macerássá teszi a dolgot, mindig kell egy porzó fajt is találni, vagy más néven pollenadót. Csak azt, hogy pollenadó, azt nem merem hangosan mondani, mert végén még a kormány meghallja, félreérti, aztán bevezeti. Ez a kertészeti Tinder. Remélem, jobbra húzzák majd egymást. A jobb faiskolák egyébként felszokták tüntetni, hogy még fajtának még fajta a jó pollenadója, úgyhogy érdemes azt követni. Nektek meg lehet, hogy érdemes megvenni ezt a könyvet, hogyha legalább egy kicsit is kertészkedtek, szeretitek az ilyen jópofa szösszeneteket, és szuper jó grafikák vannak benne Karácsonyi Pankának a jó voltából, a szerző Mihály Marci, a kiadó pedig az Open Books. De most jöjjön a járását és a nézését rovat. Krumplicukor posztolta ezt a videót Tumblr-re, ami nincsen semmi, csak egy szarvasbogár, viszont amióta valamelyik rovartanos tárgyunkon az egyik tanárunk megmutatta, hogy hogy járnak bizonyos rovarok, azóta ezt nem tudom nem észrevenni, és most elmondom nektek, megmutatom, nézzétek alaposan, és innentől kezdve ti sem fogjátok tudni nem észrevenni. Ha jobban megnézitek, ez a szarvasbogár nem úgy jár, hogy a tappancsait pakolja egymás után előre, hanem minden egyes lépésnél meg kell bizonyosodnia arról, hogy megvan a kellő stabilitása. Ez pedig úgy tudja elérni, hogy egy ilyen kis háromlábú kis széket formáz magából, tehát három lába mindig a talajon van, az egyik oldalon egy, a másik oldalon pedig kettő, és a másik három lábát pakolja előre, aztán ezek lesznek a fixpontok, jöhet ez a három láb, ez lesz a fixpont, stb. Stb. És így halad előre, ettől tűnik ilyen döcögősnek. A hangyák ugyanígy járnak,
próbáljátok meg belassítani őket, mondjuk nézzétek hidegben, vagy vegyétek fel, aztán játsszátok vissza az egészet lelassítva, és fogjátok látni, hogy a hangyák ugyanígy pakolják a kis tappancsaikat. Ez nem tudom, semmi jelentősége nincsen, de ez fantasztikus dolog, hogyha ránézek egy rovarra, megnézem, hogy így jár, vagy nem így jár. Ez így járt. Nem minden rovar követi ezt a stratégiát, de amelyik igen, azt az angol szakirodalom úgy hívja, hogy tripod gait, vagyis háromláb járásmód. A gétet sem tudom lefordítani. Na mindegy, jöjjön a hogyan védik meg a gyerekeket a magyar népmesék attól, hogy melegek legyenek rovat. Szembe jött egy felvetés, hogy a gyereknek magyar népmeséket kell olvasni szivárványos propaganda helyett, és akkor nem lesz meleg. Ebben az a különösen vicces, hogy vannak olyan kutatások, amelyek azt sejtetik, hogy lehet kapcsolat a fiú testvérek születési sorrendje, és a között, hogy meleg lesz-e a gyerek. Leegyszerűsítve, minél több bátyád van, annál nagyobb az esélye annak, hogy meleg leszel. Na már most ezután felvetődik a kérdés, hogy a magyar népmesékben ki szokott lenni általában a hős? Így van, a szegény ember legkisebb fia. És ez még nem lenne elég, mi a jutalma? A királylány? Csak a keze. Azt lehet, hogy tudja használni valamire. Na jó, jöjjön a 7 szó viccei rovat, második rész. You cannot spell advertisement without putting semen between tits. Legyen szép hetetek, sziasztok!